Jó napot kívánok! A Tolnatáj Televízió megyei híradóját látják a mögöttünk álló hét legfontosabb híreivel. Akár 30 új munkahely is létrejöhet Decsen, ha sikerül újraindítani a település egykori büszkeségének számító szövőipari vállalkozást. A projekt megkezdéséhez szükséges pályázatot már megnyerte a helyi önkormányzat. Első körben 128 millió forintot költhetnek a vállalkozás épületének felújítására és a gépek egy részére. Tilos idegeneknek belépni az egykori Decsi Szövőipari Szövetkezet udvarára áll a táblán. Igaz, nem is lenne miért, azóta, hogy a cég a rendszerváltás után megszűnt, az épület együttes az enyészeté lett. Ez a fotó ugyanitt készült 1919-ben. Akkoriban virágzott a településen a szövőgyár. A szőtteseknek belföldön és külföldön is nagy keletjük volt, és volt olyan időszak, amikor a cég több mint 50 helyi nőnek és férfinak adott munkát és megélhetést. Ezt éleszteni fel a nagyközség polgármestere hamarosan egy nyertes pályázat segítségével. Itt első ütemben 128 millió forintot nyertünk. Itt valószínűleg két vagy három ütem is lesz, amire befejeződik a beruházás, de ez munkahelyteremtéssel is együtt fog járni. Itt egy lerobbant épületet fogunk helyreállítani, és ott pedig a szőttesgyártást szeretnénk Decsen beindítani. A beruházás akár 30 új munkahelyet is teremthet, így számol a polgármester. Az egykori szövőipari szövetkezet épületét a Tolna megyének jutott 27,5 milliárd forintnyi terület és településfejlesztési program forrásaiból újítják fel, és a gépek egy részét is ebből szerzik be. Az ehhez szükséges pályázatot már meg is nyerte a település önkormányzata. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen egy nemzetnek az értékét az adja meg, hogy az ott élő emberek milyen körülmények között tudnak boldogulni, milyen körülmények között tudnak munkát vállalni, és milyen körülmények között tudják a családjukat felnevelni. A tényleges munkák Decsen a tervek szerint tavasszal indulnak el. Németországban évente két paksi projekt árának megfelelő összeggel támogatják a megújuló energiaforrások felhasználását. Az áramára mégis háromszorosa annak, amit a magyar fogyasztók fizetnek. Hangzott el a paksi atomerőműben rendezett TEIT napon, ahol a Paks térségében fekvő települések képviselői kaptak tájékoztatást az atomerőmű és a Paks 2 projekt eredményeiről. 13 településről körülbelül 200-an érkeztek a programra. A Paks 2 atomerőmű látványtervei a fotókon jól látszik, hogyan fog kinézni a két 1200 megawattos blokkból álló létesítmény. A beruházás célja többek között a paksi atomerőmű kapacitás fenntartása, az energiaellátás biztonság folyamatos fenntartása, hazánk import függőségének csökkentése. Magyarország elkötelezett a nukleáris energetika mellett. Cicer János, a Paks 2 ZRT üzemeltetési igazgatója a TEIT napon tartott előadásában azt mondta, Németországban évente két paksi projekt árának megfelelő összeggel támogatják a megújuló energiaforrások felhasználását, az áramára mégis háromszoros annak, mint amit a magyar fogyasztók fizetnek. Az igazgató hangsúlyozta, Magyarország más utat választ, a megújulók, főként a napenergia mellett az energiaellátás fontos pillérének tekinti az atomenergiát. Előnyeit itt látják a nukleáris energiáknak, ugye a legolcsóbb, a biztonságosabb, klímabarát, ami nagyon fontos, hogy alaperőmű. Hogy alaperő magyarul egy atomerőműnek az a jó, ha mindig ugyanolyan teljesítményen képes működni, hát ezzel szemben a megújulóban nem mondható el, hogy mindig ugyanaz a teljesítményen tud menni. Cicer János hangsúlyozta, a Paks 2 projekt hazánk kiemelt beruházása, amelyhez komoly térségfejlesztési program is társul. Hozzátette, hogy az orosz partner kulcsra kész erőművet szállít fix áron, azaz nem fordulhat elő költség túllépés. Előadásában beszélt a Paksra tervezett blokkok főbb jellemzőiről és a biztonsági rendszerekről is. Redundáns biztonsági rendszerek vannak, ennél az új blokkon 4 független biztonsági rendszer van. Biztonsági rendszerekről azt kell tudni, bármely egy biztonsági rendszer képes arra, hogy az adott reaktort leállítsa, lehűtse és hűtött állapotban tartsa. Cicer János elmondta, hogy a paksi atomerőmű jelenleg a hazai fogyasztás 30%-át biztosítja, de nagyon jelentős importra szorul az ország. A két új blokk megépítése hosszú távra garantálja a kiszámítható, olcsó villamos energiát, hiszen tervezett üzemidejük 60 év. Világszerte számos országban építenek hazánkhoz hasonló módon az atomenergiára, jelenleg 455 reaktor működik, és 55 építése folyik.
Székely portát, kápolnát és a bukovinai székely falvak emlékét őrző helyet avatta Kismányokon. A ház jelképe annak, hogy a népcsoport megtalálta igazi hazáját, hangzott el a megnyitón. Jóisten áldása, szenteltesse meg ezt a harangot az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Ez a harang kerül a Kismányoki Székely Porta kápolnájának tornyába. Illés Tibornak, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnökének kezdeményezésére épült meg a porta, mely a kápolna mellett egy emlékházat és az egykori bukovinai falvakat jelképező kereszteket foglalja magába, ahová, ahogy elhangzott az avató ünnepségen, vissza lehet jönni, megemlékezni az ősökről és leróni a tiszteletet előttük. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt mondta, ez a hely a legjobb példa arra, hogyha van egy közös cél és akarat, akkor az minden nehézség ellenére megvalósul. Olyan rendezvényeket kell szervezni, olyan célokat kell megfogalmazni, amely céloknak van értelme, amely célok mellé van értelme odaállni, és ha ilyeneket találunk, akkor mindenki mellénk fog állni, mindenki támogatni fog bennünket, mert ezek a célok közös célok, és ezeket a célokat közösen valósítjuk meg. Még egy bizonyítéka annak, hogy a bukovinai székelység meg akarja őrizni identitását, hagyományait, és ragaszkodik ahhoz a magyar kultúrához, amelyet kint Bukovinában is megőrzött, és most már 77 éve őriz itt Magyarországon. Az ötletgazda Illés Tibor azt mondta, a jelen állapot csak a kezdet. A porta alkalmat ad a további fejlesztésekre, így kézműves udvar, szállás lehetőségek, és az étkező is rövidesen megépül. Néprajzi szempontból is úgy gondolom, adott a lehetőség arra, hogy is kötelez minket az, hogy mindenképpen tovább fejlesztve be tudjuk mutatni a bukovinai székelyek életét, ahogy Bukovinában volt. Simon László polgármester azt emelte ki, a néhány hete átadott Schwab-ház mellé most megépült a székelyporta, mely jelzi a településen a nehézségek ellenére együtt tud élni egymás értékeinek tiszteletben tartásával több népcsoport is. A két ház pedig szolgálja majd a falu fejlődését. Ez a székelyporta, a német tájház ugye mindenféleképpen szerintem az együttélésnek a lehetőségét jelenti, és abban bízom, hogy ezzel a két épülettel, beleértve a többi látványosságot is, talán be tudunk kapcsolódni a turisztikának a forgalmába itt Magyarországon. Átadták a megújult és kibővült medinai óvodát, mely a területfejlesztési operatív program 119 millió forintnyi támogatásával valósult meg. A beruházás nem csak a gyerekeknek nyújt tágabb lehetőségeket, a település egy új közösségi térrel is gazdagodott. Rajta, 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 hát, rajta mi vagyunk, a kesernek és búna. Van is miért vigadni a medinaiaknak. Az óvoda és a bölcsöde átépítése és megújítása mellé egy közösségi tér is kialakult. A településen évek óta közel azonos gyermek születik, mint ahányan meghalnak, így azon kevés falvak közé tartoznak, ahol nem öregszik el a lakosság. Az építkezés a területi operatív program pénzügyi forrásaiból valósult meg. Fehérvári Tamás a megyei közgyűlés elnöke azt emelte ki, hogy a megye megközelítően 25,5 milliárd forint fejlesztési támogatást tudott nyújtani a települések fejlesztésére. 64 ilyen projektgazda folytathatja már a beruházást, 18 pályázati tengely volt, 18 fajta pályázatra lehetett pályázni ezen az Európai Uniós forrás eszközön, és összesen a megyében 146 darab projekt kapott zöld utat a bírálóktól. A beruházás 114 millió forintból valósult meg. Vén Attila polgármester terveiben további közösségi terek kialakítása vagy felújítása szerepel, így rövidesen a művelődési ház és a könyvtár is korszerűsödik, mert ahogy fogalmazott, igény és a tervek is megvannak ezek megtöltésére, működtetésére. Az önkormányzat melletti egyházépület és már közösségi tér lesz, úgyhogy ővelük is összedolgozva a jövőbe tudunk egy egész busznyi embert eladhatni, illetve olyan programokat szervezni, amilyen 40-50 fős csoportok többnapos itt létet biztosítani.
Az ünnepélyes szalagátvágáson ezúttal a protokoll mellett a gyerekek is szerephez jutottak, jelezve birtokba vették az új óvodát. Teljesen átépítik a Siógárdi művelődési házat. Az épület a jövőben alkalmas lesz arra, hogy párhuzamosan többféle funkció is működhessen benne. A tervek szerint még akkor igényeit kielégítő mozi is lesz majd. Azt kell mondani, egy nagyon régi kivitelezés volt a kultúrát belső. Az alajzat az nem is tudom hány tíz éves múlttal rendelkezik a falak, és mindig ugye ezek a javítsunk, ide húzzunk egy kábelt. A múltról mesélgető Attila Siógárd polgármestere azt mondja, nem lehetett tovább várni a műfáz teljes rekonstrukciójának befejezésével, mert hiába festettek kívülről, hiába korszerűsítették az energetikai rendszert, a ház jelen állapotában már messze elmaradt a kor követelményeitől. Arról nem is beszélve, hogy a funkciós terek is hiányoztak. Az új színpad az ebbe a pályázatba, és egy másik pályázatba pedig már azt kell mondani, hogy a reményeink szerint azért el fogunk jutni, hogy technikailag is fejlesszük a kínálatot, a kultúrász kínálatát. Közt álmaink közt ugye szerepel egy mozinak nevezhető eszköz is, amivel ugye akár hivatalos vagy ilyen átmozi kategóriába is részt tudnánk venni. Emellett a belső átalakításnak köszönhetően alkalmassá válik a ház arra, hogy párhuzamosan több rendezvénynek is helyet biztosítson. A beruházás megközelítően 20 millió forintba kerül, amiben a berendezések cseréje is helyet kapott. A tervek szerint a decemberi rendezvénysorozatok már a megújult házban zajlanak, Siógárdon. Helyére került az Alsónyéket Bátaszékkel összekötő bicikliút, két 11 tonnás, több mint 14 méteres hídeleme. A topforrásból októberre megvalósuló fejlesztésre a helyiek régóta vártak már, hiszen a két település szinte összenőtt az elmúlt évtizedek alatt, és sokan ingáznak iskolába, munkába biciklivel. A településen több mint 1 milliárd forint értékű támogatott projekt zajlik, számos beruházás vette kezdetét. Számunkra nagyon fontos ez a kerékpárút. Igaz, hogy a város megközelítése szempontjából ez csak néhány száz méter, de abból a szempontból, hogy az országos főközlekedési vagy kerékpárút hálózatban hogyan fog illeszkedni, ez számunkra is fontos, és ez egy fontos eleme lesz, hiszen Baja és Szeged között ugye már elkészült a kerékpárút, most arra várnánk gyakorlatilag, hogy Baja és Bátaszék között legyen meg, ennek lenne gyakorlatilag a bátaszéki egyik szakasza, és hát nagyon bízunk benne, hogy a közeljövőben Bátaszék és Pécs között is el tud majd készülni egy kerékpárút. Közel 360 év feletti fogadta el Kaposztekcső meghívását a vacsorával egybekötött idősek napi ünnepségre. A közönségnek Soltész Rezső adott koncertet pénteken késő délután a Kaposztekcsői sportcsarnokban. Október 1-e az idősek világnapja. Ebből az alkalomból köszöntjük és gondolunk tisztelettel és megbecsüléssel azokra, akik hosszú élet munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött. Kaposszekcsőn is a hagyományoknak megfelelően évek óta köszöntik a szépkorúakat. A sportcsarnokban pénteken késő délután Soltész Rezső koncertjén fiatalokat megszégyenítő módon szórakoztak a szépkorúak, amit az idősek napján a település vezetése megszervezett a 60 év felettieknek. Én úgy gondolom, hogy a társadalomnak igenis meg kell becsülnie, és egy településnek el kell ismerni az idősebb generációnak a tudását, és a fiataloknak igenis találkozni kell sokszor az idősekkel, hiszen tapasztalatokat, életből, bölcsességeket őtőlük tudunk átvenni. A falu vezetése 328-60 év feletti lakosnak küldött meghívót, ebből közel 300-an vettek részt a programon. Többen vannak, akik 60 évesen még nem számolják magukat a szépkorúak közé, ezért nem jönnek a rendezvényre, de sokaknál betegség, gyengeség akadályozza az ünnepen való részvételt. A koncert után a szervezők vendégségre és közös beszélgetésre hívták az ünneplőket. Halottak napjához közeledve veszélybe kerülnek a temetői kegytárgyak. Nagymányokon két szatyornyi gyertya, mécses és virágtartót loptak el a sírokról. Az elkövető ellen feljelentést tett a település önkormányzata. Szépen ápolt és gondozott sírkert, szabadon használható öntözőkannák, felújított ravatalozó. Ilyen a temető Nagymányokon. Karbilla polgármester azt mondta, ő megfogadta, bármi is lesz, a temetőt mindig rendben tartják.
ám éjszaka több sírról ellopkodták az eladható piacképes tárgyakat. Ezért vagyok nagyon mérges és nagyon bosszus, vagy ideges, vagy nem tudom, hogy mondjam, mert ez itt nem volt szokás. Nagyon-nagyon régen néha előfordult egy-egy virágcsokor eltűnése, de az, hogy itt több sírról egyszerre leösszedjék a díszeket, stb. Ez nem, tehát ezt úgy gondolom, hogy megfelelően helyére kell tenni, és most azonnal, hogy várom a rendőröket, és ígéretet teszek az elkövetőnek, hogy addig megyek utána, amíg még nincs. Egy gyertya is sok, mondta a polgármester, aki a temetőrongálás miatt akar hivatalból feljelentést tenni az elkövető ellen. A halottak napja környékén megszaporodnak a hasonló esetek. Éppen ezért Komlósinék is a NET a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvívőjének tájékoztatása szerint az ünnepig megerősített szolgálatok lesznek a temető környékén, megelőzendő a hasonló eseteket. Láncot tekert a nyakára és baltával vágta fejbe saját nevelt lányát egy zombai férfi. Az erőszakos nevelőapa azért követte el a szörnyűséget, mert a lány nem akart vele lefeküdni. A férfit most ítélték el jogerősen, szigorú büntetést kiróva, mint amilyen az első fokon meghozott bírói döntés volt. Halomban állt az összevágott tűzifa a zombai ház udvarán, behordani viszont már nem volt ideje a családfőnek. A képek készültekor már egy zárkában volt, mert közösülni akart a nála 30 évvel fiatalabb nevelt lányával. A nő ezt visszautasította, a nevelőapa ezért láncot kötött a nő nyakába és baltával fejbevágta. A bántalmazás utáni rendőr intézkedést több utcabeli is végignézte. Három rendőr autó állt meg egy mentő, nő a mentőbe ült, férfitnek betették a rendőrautóba, én már sem tudok. A brutális nevelőapát azonnal előzetes letartóztatásba helyezte 30 napra a bíróság. A bíró szerint erre azért volt szükség, mert korábban már követette más bűncselekményt is, és szabadlában hagyva befolyásolhatta volna a tanukat. Később ítéletet is hoztak, ami ellen a vádlott és az ügyész is fellebbeztek. Ezért került az ügy a szexádi törvényszék elé, ahol most született jogerős döntés. A szexádi törvényszék a Bonyhádi járásbíróság ítéletét megváltoztatta, abban a kis részében, hogy a szexuális erőszak büntettét folytatólagosnak minősítette, mivel ugyanazon sértett sérelmére történt a cselekmény rövid időközönként, és többször próbálta meg a vádlott a sértettet szexuális cselekményre rábírni. Egyebekben a törvényszék az elsőfokú ítéletet mind a büntetés, mind a minősítés tekintetében helyben hagyta. Vagyis a brutális nevelőapának 4 évre és 5 hónapra kell börtönbe vonulnia. 4 év felfüggesztett börtönbüntetést kapott az a paksi férfi, aki orosz szakadárok oldalán harcolt az ukrán fronton. Az ex-rendőr azért követett el bűncselekményt, mert Ukrajna a NATO szövetségese, Magyarország pedig NATO tagállam. Az ítélet jogerős. Éles automata fegyverrel gyakorlatozó katonák egy háborús propaganda videón. A felvételt 2 éve Kelet-Ukrajnában vették fel. Ugyanilyen körülmények között készítették fel a paksi férfit is a Donyecki térségben a kiképzői. A férfi Magyarországon egy ideig rendőrként dolgozott, a háborús zónába a pénzreményében zsoldosként ment. Kelet-Ukrajnában 2014-ben kezdődtek a harcok, mert az akkori elnök kihátrált az országa és az Európai Unió között szövődő megállapodásokból. Ukrajna 2 részre szakadt, amit csak tovább mélyített, hogy Oroszország fegyverekkel és katonákkal is segítette, és szakértők szerint segíti is az orosz barát szakadárokat. Hozzájuk csatlakozott a paksi férfi. Donyecknél katonai kiképzésen is részt vett, sőt meg is sérült. Haza akart térni, de addigra már nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, mert Ukrajna a NATO szövetségese, Magyarország pedig NATO tagállam, ezért amit tett itt bűncselekménynek számít. A szakadárokhoz csatlakozó ex-rendőrt a repülőtéren fogták el a rendőrök. Azonnal előzetes letartóztatásba helyezték. A szexuális törvényszék bírója végül tiltott toborzás miatt mondta ki bűnösnek. A férfi 2 év börtönt kapott, 4 évre felfüggesztve. Az ítélet ellen akkor fellebbezett. Az ítéletet fellebbezés folytán felülbírálta a pécsi ítélőtábla, és a pécsi ítélőtábla a szexuális törvényszék ítéletét helyben hagyta. A tiltott toborzás büntettét a vádlott azért követte el, mert a szakadárok oldalán harcolt, és nem NATO szövetséges tagállam oldalán. Az orosz szakadárok oldalán ukrán katonák ellen harcoló magyar férfinak tehát nem kell börtönbe mennie. Közel 800 kg lisztet kaptak néhány napja a tolnai nagycsaládosok, amit természetesen szét is osztottak a tagjaik között. Az adományozásra a Magyarok Kenyere programnak köszönhetően került sor.
nem átültani ezt az emléklapot. Köszönöm szépen. November 18-án vette át a Tolnai Nagycsaládosok elnöke a megyei agrárkamara vezetőitől az ajándéklisztről szóló adományozó levelet. A nem mindennapi gesztusra az évek óta futó Magyarok Kenyere programnak köszönhetően került sor. Búzát 12,2 tonnát gyűjtöttünk, amiből 4,8 tonna lisztet tudtunk most a mai napon szétosztani. Tulajdonképpen a nagycsaládos egyesületeknek juttatunk belőle, mivel 2018, mint valamennyien tudjuk, a családok éve és a vérellátó szolgálatnak. Kinek adhatok kedvet? Ezek pedig már keddi felvételek. A Tolnai Nagycsaládosok irodájában Baksai Nékenesei Éva elnök éppen kiosztja a tagjaiknak járó lisztes zsákokat. Nem nagy valószínűséggel lángos és fánk biztos fog belőle készülni. Süteményekkel hogy állnak a gyerekek? A gyerekek azért elég édesszájúak szoktak lenni. Van-e kedvenc sütijük? Minden, ami édes, tehát igazából kedvenc úgy nincsen. Amit anya szokott otthon csinálni, általában ilyen édes száraz kekszek. Ez nekem is kedvencem, és a gyerekek is nagyon szeretik. A Tolnai Nagycsaládosok összesen 800 kg-nyi lisztet osztottak szét a tagjai között a Magyarok Kenyere programnak köszönhetően. 5 kilós kiszerelésben, mivel a mennyiséget, tehát 42 család vagyunk, nem tudtuk teljesen pontosan elosztani, így 3-5 kilós csomagot kap mindenki, és a megmaradtat pedig fölajánlottuk mi is a Tolnán élő nem nagycsaládos rászorulóknak. A Magyarok Kenyere programnak köszönhetően a nagycsaládosok mellett a véradók juthatnak liszthez. A C-vitaminban gazdag zöldségekről, gyümölcsökről, azok az egészségmegőrzésben játszott szerepéről tudhattak meg többet a zombai általános iskolások. A menő menze az iskolában elnevezésű program célja, hogy a gyerekek kevesebb szénhidrátot és több zöldséget, gyümölcsöt fogyasztanak, továbbá többet mozogjanak. Zomba egyébként több egészségfejlesztésre fókuszáló pályázatot megnyert, így az elkövetkező években a helyiek több ilyen szolgáltatást vehetnek majd igénybe. Savanyú káposzta, mézbe áztatott gyömbéres homoktövis, grapefruit, ananász, 100%-os gyümölcslevek, egészséges főételek. Ez volt a menü a Menő Menza az iskolákban elnevezésű programon Zombán, aminek a tematikus napja a C-vitamin köré épült. Ez azt jelentette, hogy az idősebb diákok tájékoztatták a többieket a C-vitamin fontosságáról, Szent Györgyi Albert életéről, majd meg is kóstolhatták a C-vitaminban gazdag gyümölcsöket, zöldségeket. Káposztát is szoktatok rendszeresen enni otthon? Nem rendszeresen, de néha nem szoktam. És miért jó ezeket enni? Mesélj nekem. Egészséges. Már tele van C-vitaminnal, és a C-vitamin jó tesz a szervezetnek. A C-vitamin az egy elengedhetetlen dolog az emberi életben, és hogyha nem fogyasztjuk megfelelően, akkor hát betegek leszünk. Az egészségnapon nem csak az egészséges táplálkozás, hanem az étkezés, az asztalterítés kultúráját is megtanulhatták a gyerekek, továbbá azt, hogy nem szabad pocsékolni az ételt. Nagyon-nagyon sok gyerek ingyen étkezik. Az ingyen étkezésnek nagyon sok esetben sajnos nincs becsülete. Nagyon sok az ételhulladék, nagyon sokat visznek vissza a gyerekek. Különösen a leves az, amit nem szívesen fogyasztanak. Most a mai napon mi arra törekszünk, hogy svédasztalon legyen a felszolgálás. Tehát a gyerek szokja meg ezt a fajta étkezést. Szokja meg azt, hogy annyit vesz, amennyit meg is eszik. De ha ízlik, neki felállhat, és újra visszamehet, és újra fogyaszthat még. Évek óta zajlik ez a program Zombán, amiben nem csak a gyermekeket, hanem szüleiket is igyekeznek bevonni. A program célja, hogy a gyerekek kevesebb szénhidrátot és több zöldséget, gyümölcsöt fogyasszanak, továbbá többet mozogjanak. Az egészséges életmódra nevelést szolgálják ezek a tematikus napok, továbbá az iskola udvarán kialakított fűszerkert, valamint az ivókutak is. A megyei híradót látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!